Krisztián, újra meg kell próbálnunk a rituálét. És újra le kell győznünk a Pump Killigert, hogy megkaphassuk a Pump Kalibúrt. Nagyon sokat küzdöttünk, de sajnos nem adta oda a méltó jutalmunkat. Így hát, még egyszer meg kell próbálnunk. Ja, de jó, pedig már az enyémet kaphatnánk. Ja, de semmi baj. Ugyanis kinagyobbítottam az arénát, hogy sokkal biztonságosabb legyen. És így most nem fognak bejönni a szörnyek a harc közben. Mi az? Ott fut el a izé! Átugrott a bambusz fölött. Mi? A Herobrine. Crimson Moon. Nem tudom az mit jelent, Krisztián, de próbáljuk meg megölni. Ne felejtsd el a vesszőt. Nem felejtem el, nyugi! Mehet! Várj, várj még! Áj, tudtam, hogy még nem lehet lőni. Most! Nem sebződik! Jó! Oké! Lőd! Áó! Rám jönnek a zombik! Ennem kell! Két ütéssel megöltek full! Mi a szar?! Ezt nem hiszem el! Krisztián, van egy olyan érzésem, hogy az elsőnél nagyon nagy szerencsénk volt. Hát nekem is van egy olyan érzésem, vagy most volt bal szerencsénk. Vissza kell mennünk, Krisz! Jó, hát... Hogy szerinted még ott lesz? Félúton megölnek? Nem. Nem lesz ott. De miért? Tudod mi? Szerintem a Crimson Moon amiatt. Amiatt töltek meg ilyen hamar. Nem tudom mi ez a Crimson Moon. Én sem. Mi a franc? Nem lehet látni. Mi a brand ez? Jaj, ne befolyják egymást tolni. Átfutok. Mi a franc ez? Nem látok semmit. Ajaj. Merre kell menni? Vider Skeleton! Ezt nem hiszem el! Ezt nem hiszem el! Ezt nem hiszem el! Ezt nem hiszem el! Visszaértél? Igen. És ott a Pump Killiger? Nincs. Jó, akkor én is megpróbálok átfutni. Miért öltek meg ilyen gyorsan? Nem tudom. Full vaspáncélba vagyok és meg két ütése megöltek. Ja, engem is nagyon gyorsan. Megöltek! Oh! Fúss! Máté, most tudom, hogy jól kell bejönni. Tudom, hol kell, én váltam ki. Ne, kirobbantotta! De miért? Mi a lópikulák ezek? Az a nether disznó. Jaj, na holttestedet föl ne robbantsa. Itt van a holttested, csak jönnek erre a creeperek hol? Már. Ott, pont rajta van a creeper, vigyázz! Vigyázz, ott egy Wither Skeleton is. Oké. Okay. Ne! A izét ne robbantsa föl! Jó. Jó. Ez olyan durva. Ezt nem hiszem el. Kell még egy pumpkin, hogy megpróbálhassuk. Jó, megöltem. De hogy jönnek ezek be? Hát úgy, hogy kirobbantott. Fogják és kirobbantják a bambuszt. De ez most komoly. Igen, oda megy és felrobbantja. De mert miért vagy a közelébe? Nem vagyok. Nem voltam a közelében egyáltalán. Jó, mit csináljunk most, Krisz? Menjünk haza? Hát, meg tudjuk idézni még egyszer? Nem, mert nincs nálunk pumpkin. Ezt csúnyán elbuktuk. Na, hello, srácok! Ez itt a Horror Minecraft 10. része. És egy csúnya vereséggel kezdtünk. Ezt nem hiszem el. Az előző részben simán legyőztük a Pump Kalibúrt. Mi az a láthatatlan? Mi ez a láthatatlan? Ne! Valahogy vissza kéne rakni a kerítést, hogy ne járkáljanak be, de miért jönnek be? Vigyázz, vigyázz! Jó, jaj, menjünk haza, menjünk haza, menjünk haza! Jó! Gyere! Hogy kell innen kimenni? Várja, így.
Oké, és futás az a... Nem látok semmit! És se vegyél fákját a kezedbe! Fogadjunk, hogy beleszaladtál. Beleszaladtam a 200 blokkos szakadékba. Hát ez tök jó. Jó, nincs semmim. Messzelen vagyok, kaja nélkül, ruha nélkül, fegyver nélkül. Mindenem elveszett. Örökre. Jó, meg kell várnunk a reggelt. Krisztián, reggel lett. El kell mennünk a cuccadért. Hol estél bele? Gyere, mutasd meg. Fogalmam sincs, hogy hol estem bele, de mindegy. Nagyjából elmehetünk oda. Jó. Mi a franc ez? Légy! Ott van lenn a cuccom ott. A leges legalján. Ez most kamaj? Igen. A leges legalján? A leges legalján. Várjál, itt amúgy valahol meghaltam, és volt nálam 6 húsi. Ezt találjuk már meg. Ejtőernyőt, Máté. Vigyázz, ott van melletted a creeper! Jaj, igen, láttam a izén, a árnyékomon. De nálam semmi nincs, Máté, meg kell valahogy... Jó, várjál. Csak ennem kellett. Jó, megöltem. Oké, és le kell folynunk vízzel már. Hú, hát vissza. Valahogy úgy kell, de az a baj, hogy... Jó, van nálam víz. Oké. Lemész érte? Hát megpróbálok, mert te ne gyere le, mert... Oké. Na várj, akkor lerakom a vizet. Mi a szar ez? A mocsadék! Nem, éjszaka jönnek ezek a szarok! Miért van nappal tele szörnyel ez a baromság? Ezt nem hiszem el! És halálra ijeszt! Vagy gyorsan lerakom a vizet, hogy az meglegyen. Jó, leraktam. Krisztián, nem fogsz tudni túlélni egyedül. Le kell mennem vele. Jó, de ez semmi. Jaj, bocs. Hát miért szaladsz bele pont az ütésembe? Jó, hát remélem megvan az én még. Ez olyan lefolyik teljesen? Hát... le kell, hogy folyjon. Oké, és na, csak hol testem, azt kell meg. Hát jó, hát le kell menni és meg kell találni. Azt a rohadt! Oké, és itt folyik. Jó, itt jött. Vigyázz! Ott egy csontváz. Ott van a holtested! Az a csontváz? Ott van jobbra, igen. Jó. Jó, gyere! Menjen, mi van itt, hülyekő? Vigyázz, mögötted! Foss! Gyorsan! Jaj, ne pók! Hülye pók! Gyere! Ha! Úszik fel velünk! Föl! Menj már! De gyorsabban, ne lassabban, te... Shiftet nyom meg! Hát nyomom, de semmit nem ér. Na, most. Jó. Oké. Okay. Azaz! Hú! Sikerült! Azt a rohadt, na ez durva volt. Gyorsan haza, és soha többet ne jöjjünk kis házból, okay, soha, na, sehova. Hú, ez durván kezdődött. Krisztián, kell még egy tök. Hát jó, és mit érsz vele, ha megint azonnal megölnek? Kell építeni egy ilyen tornyot, hogy ne érjenek el minket a szörnyek. De az nem ilyen jó. De jó. Mindegy, ezeket a lényeg az, hogy kell még egy tök. Ezeket meg nem lehet úgy, ezeket a húsokat, hogy ez a béna hatos hús, amit háromszor annyi időbe telik megenni, és semmit nem ér, az ne létezzen, mert az... Hát itt van egy csomó tettem, abból kell csinálni. Oké, szedtem 5 tököt, gyorsan hazaviszem. Jó, az egy jó ötlet. Oké, és vissza kell építenünk, amit szétrobbantott a creeper. Ja. Azt kell még megcsinálni. És reméljük, hogy gyertyák azok megvannak. Igen, itt van nálam. Hát 5 darab, de van még nálam plusz 16, meg még plusz 16, szóval... Lehet gyártani gyártyát? Lehet gyártani, igen. Jó, oké. Várjál, meg is nézem, hogy kell. Oké, és átdobta. Mondjuk elég borsos ára van. Honeycomb, ami mézhez kötődik, tehát méhek kellene hozzá, meg egy string. Az durva. Nem Máté, baj. Tudom már, mit kéne csinálni. Mit? Csinálni kerítést a lába köré, és akkor oda spawnolja a mobokat, és nem tudnak kijönni. Hát jó, csak ez ez működik? Hát, olyan tudja, hát most... Meg nem jó kerítés a lába köré, mert nem tudom meglőni a lábát. Azért van ez így, hogy ne építhess kerítést a lába köré. Hát felugrasz és lősz. Nem fog sikerülni, Krisz. De sikerülni fog. Nem tudom. Kicsit kijebb kell a kerítés, tudod, hogy még oda spawnolja dolgokat. Maga köré oda spawnolja, és kicsit kijebb a kerítés, hogy még legyen. Igen, tudom. Na igen. És, de azt is lehetne amúgy, hogy leöljük a mobjait. Mert lehet azt rontjuk el, hogy nem öljük meg a mobjait. Lehet meg kéne ölni. Nem tudom, Krisz, az a lényeg, hogy
Menjünk vissza és építsük vissza a dolgokat. Ide meg most már kéne egy kapu, meg kiárat, meg ilyesmi, mert ez most már barzalmas, itt mindig ugrálni kell. Várjál, itt ások ki. Egy-két dolgot, csak az a baj, hogy így be fognak tudni jönni a mobok néha. Jó, azt a izét meg építsük be, azt a béna helyet. Milyen helyet? Hát ezt a nagy szakadékot, mely itt éjszaka szaladgálsz, és a 10 milliárd kilométer mély szakadék. Igen, az a baj, hogy pont ott van, hogy pont a, és csak itt lehet átmenni, mert itt meg folyó van, vagy tó, vagy nem tudom mi ez, itt ja. Meg a óriás szakadék. Na menjünk. Várjál, itt robbantották be ezek a rohadt állatok. Igen, várjál, kell föld, az van nálam. Nem is van 6 darab. Jó, akkor azt rag le. Jó, de ne hagyjál már lukat. Te ökör. Hát, hogyha 6 darab van. Na. Hát, de adta még lukat hagytál. Jó, vissza kell raknom a gyertyákat, mert az a baj, nem is tudom, hogy hogy voltak. Jó, és akkor... Így, nem? Hát, jaha. Hogy így. Ja, hogy tudjunk még itt áll, mert nézd meg, itt fogod és kihúzod, érted, innen simán lábon tudod lőni. Hopp, várjál, egyek kijebb. Oké. Okay. Nem maradt kamelyen, van baltád? Van baltám, de most csinálok egy crafting table-t. De nem kell crafting table, bemész a B-be és ott van a craftolód. Hát, de milyen szar ez? Na, várjál, és kell... Mi az, hogy milyen szar ez? Tudod, hogy lehet craftolni egy olyan? Kell kőt, életemben nem használtam ezt a marhaságot. Na. Hol van kő? Hol van kő? Bárhol. Jó, Krisztián. Hol van kő? Hol van kő? Már csak egy esélyünk van. Nem, még kettő. De attól még! Ja, ne rontsuk el. Oké, na elvileg akkor megvan, minden vissza van építve, már csak a tök fog kell lenni. Nincs izém. Van nálad vasingot? Nincs. Miért kéne vasingot? Hát, hogy legyen pajzsom. Hát van még bőven idő, menj haza akkor. Ja, csak tudod mi a baj? Egy spektrál áron van. Szóval mellé lövök. Nyikhaj. Hát azt mondtad, hogy... Hogy tudsz csinálni, nem? Mi kell a spektrál áróhoz? Nem mondtam, hogy tudok csinálni. Azt mondtam, hogy van otthon még. De és már nincsen. És honnan van? Hát találtam. És hogy kell csinálni? Nézzük meg. Nézd meg abba. Jó, megnézem, de szerintem nem lehet csinálni. De lehet. 4 glowstone dust. És egy áró. És mi a low pickle, az glowstone? Hát a glowstone a netherben. Ja, nether. Szóval egy esélyünk van még, ha elbukjuk, Krisz. Akkor le kell mennünk. A netherbe. De egyébként, ha van nálunk kaja, ami nem ez a ribs fos baromság, hanem normális, valóságos kaja, akkor az megmenekíthet minket. Az jó lenne, csak nincs normális kaja. Kell csinálnunk izét, Máté. Tudom, hogy ez a helyzet. Mit? Búzafarmat és kenyeret kezdve. Amúgy az is jó. De az sok életet visz föl? A kenyér? Uh-huh. Nem. Az keveset. Ez sokat visz föl, ez a cucc, csak semmit nem ér, mert nézd meg, meddig eszed. Na ennyi. De mozzabáltam meg és le... Ja, mert nem ette meg, ez egy nyomorék. Megnézem, hogy van-e glowstone dustunk. Egy glowstone dustunk van, szóval nem tudunk csinálni. Le kell hozzá menni a netherbe, srácok. Akkor kell még kaja, ami szerintem a legjobb, az a bárányhús, mert az tök jó volt. Jó, sütök még malacot is, és akkor mehetünk újra megpróbálni. Krisztián! Elérkezett az este. Miner Moon, az jó. Ja, mert az semmi negatívat nem rak rá. Ja. Oké. Meg kell próbálnunk még egyszer, vissza fogom rakni ide a kerítést, amint kijöttem. Imádkozzunk, hogy eltaláljam a spektráláróval a lábát. És imádkozzunk, hogy működjön a taktikád. Mehet! Jó, visszaraktam. Vigyázz, menj távolabb a robbanástól. Oké. Jó. Lőd meg izével! Jó! Sikerült! Lőd! Jó, te látod az életét? Igen! Nagyon jól megy le! Meggyulladtam! Fuss! Miért megy le így az életem? Mi? Álljon valami nagy! Futás körbe! Lőd, már nagyon lenn van az életem! Nem tudok lőni! Mi a fene ez? Enni! Miért nem tudom, mi ez? Mi a fene történik? Itt csattog az üveg, meg minden!
Jó, meghaltam! Ezt nem hiszem el! Ezt nem hiszem el, egy lövés! Ezt nem hiszem el. Egy lövésbe került volna. Egy lövés. Ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el. Újra elbuktunk. Krisztián, csak egy választásunk van. Le kell mennünk a Netherbe. És hoznunk kell Glowstone-t. És mit érsz a Glowstone-ot? Az, hogy tudok csinálni spektrálárót. Jó, és mit érsz fel? Az, hogy meg tudjuk ölni! Hát nem tudod megölni! Hát most is volt spekráláród, azt nem halt meg. Ez csak azért van. Mert még nem csináltuk okosan. De okosan csináltuk, meg körbe kerítettük, ránk se tudtak jönni a mobok, meg semmi. Nem csináltuk okosan, ilyen csináltok! És van egy olyan módszer, Krisztián, hogy nem kell gyémánt, csákány, hogy lemenjünk a Netherbe. Mm-hmm. Úgyhogy azt meg kell csinálnunk. Hát újra várjuk meg a reggelt, és induljunk. Vagyis hát először szerezzük vissza a cuccukat, és utána induljunk. Újra reggel lett, Krisz. Menjünk, szerezzük vissza a cuccunkat. Szükségünk lesz 2 darab vödörre, hogy lemenjünk a Netherbe, Krisz. Nem tudom, hogy mire vállalkozunk. De biztos nagyon durva lesz. Hol a cuccom? Egy lövés kellett volna ebben a nyavarékban, ezt nem hiszem el. Egyetlen egy. És ez a macsadék, ez fogta, és ez a ilyen magas valami, ilyen fehér szemű, ilyen magas valami, és nem tudom mi az, és mindenhol ott van. És egyszerűen nem tudom elkerülni. Ettem, és nem ment fel az életem. Hol a holttestem? Nincs sehol. Eltűnt a holttestem. Itt van te. Nem látsz? Nem, hol van. Jó, na, Krisztián, gyere, kell láva. Egy lávató. Te emlékszel, hogy hol van lávató? Fogalmam sincs. A közelben. Nem. Háj, nem hiszem el. Na gyere, mindegy akkor. A izébe van láva, ahol lementünk bányászni. Ó, jaj. Na, azokat nagyon kerüljük el nagyon messziről. Még azok a legkönnyebbek. Hát jó, csak szerinted a raid az milyen... Érted? Uh-huh. Meg amúgy jó, hogy legkönnyebb, de nem az... Ah! És kijutom a bambuszt, ezt nem hiszem el. És elüti előlem. Hát ezt, én meg ezt nem hiszem el. Oké, okay, várjál, visszarakom a bambuszt. Nem tudok ma futni, várjál. Megfáradtam a harcban! Jó tette. Tudod, gyere. Amikor háromszor meghal az ember. Gyere, Krisz! Akkor elég elfáradt. Kell még egy! De ez jó volt ez a taktika amúgy, csak... kellene valami jobban, ami jobban fölviszi az életemet. Hát jó, mi viszi föl az életedet jobban? Semmi. Csak az aranyrépa, az sokkal jobban felviszi. Hát jó, de az semmit nem ér, mert nekem is bemérgezett az a hülye baszorkány, és folyamatosan bemérgezett, és nem ment fölfele az életem, csak lefele ment. Úgyhogy tök mindegy. De amúgy azt is lehetett volna csinálni, hogy így felépítjük magunkat. Így egy izébe, csak az azért baj, mert folyamatosan villámlatik, tudod? Uh-huh. Villámkodik. Na, hozok még egy vödröt, és akkor indulhatunk, Krisz. Oké, okay? És építenünk kell... egy Nether portált. De Máté, azért az mennyit sebez? Az I? Hát nekem többet, mert nekem Power 3-as. Nekem jóval többet sebez, mint neked. Nem is mutatja, hogy mennyit sebez. Hát csak azért kérdezem, hogy ha oda mennénk a Pump Killigerhez, és ütnénk mondjuk baltával ilyen kritikus sebzéseset, hogy nem-e halna meg sokkal gyorsabban. Nem hiszem. Szerintem mi fel se fogjuk, hogy most milyen durva dologba kezdünk bele, hogy lemegyünk a Netherbe. Hát... nem tudom. Gyere. Ennél nem lehet rosszabb, amit. Hát, de. Itt van ennél még sokkal rosszabb is. Jó, futás, és találjuk meg akkor azt a lávagödröt, és te tudod, hogy hol van az? A izében van, a labirintusban láva. Most eszembe. Hát jó, de az nem jó. Miért nem? Tudom, hol van, gyere! Srácok, egyébként azt terveztük ebben a videóban, hogy megöljük a Pump Killigert, és kipróbáljuk a Pump Caliburt, de... sokkal nehezebbnek bizonyul ez a dolog, mint számítottunk rá. Szóval ez biztos, hogy nem egy jó dolog. Én ezt nem értem. Nem is tudom, hogy első... az ilyen kezdők szerencséje volt, amikor először megtudtuk ölni. Hey, itt arra, hogy most nézem. De most ne ezt foglalkoztasson minket. Gyere, tudom, hogy hol lehet lávató. Itt tömtetted be a lávákat. Tudom, de az nem kell. Az semmi, az nem semmi, az sokkal több kell nekünk. Annál. Itt egy obszidián. Hát ez egy nagyon jó.
portal. Amúgy most nézem, hogy az ott majdnem kész nether portál. Hát tudom, azt mondom, hogy itt, ide még beteszünk még egy obszidiánt. És nincs benne crying obszidián? Az nincs. Tényleg? Csak obszidián. És még van nálam most a inventoriumban egy. Oda dobjam? Igen. Oké. Jó, kettő darab obszidián kell. Ja. És itt kettő darab láva. El. Itt van egy láva. Oké. Egy láva megvan. Már csak egy láva kell. Kell víz is. De azzal nem lesz gondunk. Oké. És kell ennek is zsalut építeni. Hát az könnyű. Igen. Hoztam is hozzá dörtet. Látod, még mondtam abban első részben, hogy ne. Mit csinálsz? Betömködöd a lávát, és jaj már. És most milyen jó lett volna, nem tömtett volna. Mi? Hát ja, amúgy tényleg. Ja, hopp. Rossz helyre építem. Ide kell. De amúgy várjál, meg is építem az egészet. Így, és akkor... Csak a kettőt be kell lizélni. Zsalúzni, és már kész is. Jó, egy megvan. És már csak egy kell. Oké, na akkor találnunk kell egy darab lávát. Ez könnyebb, mint gondoltam, hogy lesz. Hát nem, mert szerintem egy darab lávát ugyanolyan nehéz találni, mint tizet. Nem, mert tudom, hogy hol van. Csak azt hittem, hogy meg kell építenünk az egészet. De nem. Szóval ez jó. Gyere velem! Oké, és flint and steel van nálad? Van, igen. Jó. Kaja is van, minden van. Ha kaja van, minden van. Pontosan. Emlékszem, amikor az első részben, amikor ide jöttünk, akkor láttam egy lávatavat. Amikor oda akartunk költözni arra a helyre, emlékszel? Igen, hát igen, és ott volt mellette egy nagy lávató. Mm-hmm. Abba volt vagy legalább vagy 30 láva szerintem. Mm-hmm. Hát ez nem hangzik olyan biztatóan. Mert? Hát, mert akkor mégse tudod, hogy hol van. Lehet, hogy nem tudom. De tudod, hogy miért nem baj? Mert ott van. Pontosan. Jó, most nagyon vigyázni, hogy ne lökjön bele semmi. Jó. Oké, el is szedtem, jó. Megvan. Futás. Krisztián, ez súlyosabb szerintem, mint még gondolunk erre, hogy ez milyen alap dolog, hogy mi átmegyünk a netherbe, ja. De sajnos ez sokkal durvább lesz, mint gondoljuk. De ez egyáltalán nem számít. Tudod, hogy miért? Miért? Mert most már átmegyünk a netherbe, ugyanis kész a nether portál. Ja. Jaj, de nagyon félek! Szerintem van is okom rá, hogy féljek. Ne félj, Máté, nyugi! Én itt vagyok. Hát igen, ettől félek én is. Be tudjuk gyújtani, Krisz. Ezt el sem hiszem, hogy ez ilyen hamar kész lett. Jó, nézzük. Bemerjem gyújtani? Igen, gyújtsd! Jó, van, ne, ne! Gyere ki! Ezt most nem mondtam olyan, ezt nem hiszem el. Várj, biztonságos? Biztonságos, Krisz? Jaj, ne! Nem biztonságos egyáltalán! Miért? Mert egyből ide folyt a láva! Várjál, be kell tömnöm! Jó, átmehetek? Ne! Mi okay. Történik? Mi történik? Átmehetek? Még nem, most mindjárt jöhetsz. Csak lefolyik a láva. Oké. A legnagyobb küldetésünk most, hogy glowstone-t találjunk. Látsz glowstone-t a környezetedbe, Krisz? Nem, kvarcot meg aranyat látok. Az is jó, de a glowstone... Oké, és most jöhetsz. Jó, megyek. Elég jó helyre jöttünk, mert hogy hívják van? Ilyen barlangba vagyunk. Oké. Jó. Ez nagyon jó. Ez pompázatos, Krisz. Jó. És tudod, mit szeretek itt a netherben? Mondjuk ez nagyon veszélyes itt. Viszont... Tudunk úgy... Gyújt... Itt meg ne üssél még csak véletlenül se semmit. Azt a csirkét se. Ami egyébként nem kéne, hogy itt legyen a netherben, de mindegy. Ja. Ez a horror Minecraft, szóval nem tudhatjuk. Nether Gold Ore. Jó. Itt van egy luttyanás. Jó, kvarcot azt mindenképpen vigyünk. Jó, találnunk kell glowstone-t, Krisz. Jó. Oké, itt egy nyitott terület van, szóval reménykedünk benne, hogy itt ott már lesz. Világít valami. Igen, de az egy ilyen gomba, világítós gombagenya. Igen. A fenébe. Mik ezek a hangok?
Láva. Hallod? Mi a fene ez? Az mi? Az nem az? Ja, vagy az is az arany, mi? Az arany, igen. Igen, annak világítani kéne a gólosztani. Az, hogyha lesz valahol, akkor az fent lesz, Krisz. Csak jó. Tudod, mi a baj? Az a baj, szerintem ez egy olyan biom. Az a baj, nem is tudom, ez milyen biom. Oj, még most menjünk vissza, ez is írjuk le a koordinátát. Ja, igen. Bár én tudom, hogy merre megyünk, de azért lehet olyan, hogy elveszünk, szóval. Ez egy piglin, azt hittem, hogy valamilyen páncélos csontváz ember. Oké, a koordináták a következők. 16, 78, 33. Rendben. Ja, lehet amúgy ásni kéne, nem? És akkor nem veszünk át. Hát, az a legrosszabb ötlet a Netherbe. Gyere! Találtam valamit. Mit? És hol vagy? Egy járatot. Ez fölfele megy. Jó. Az jól hangzik. A fölfele az azt jelenti, hogy közelebb. Mi a szar? Mi? Ilyen süsmákolós mitymákolás. Vége. Francba. Igen, de ne arra ás, mert arra az a másik biom van most pont. Erre ássunk inkább akkor, okay. Ha már ásunk. És Krisztián, ha láva így megjelenik előtted, miért vagy szürke? Te is az vagy. Aha, így nem vagy az, hogyha világítok. Aha. Ás mellettem. És hogyha bármilyen lávával kapcsolatos dolgot látsz, vagy ilyesmi, jó. Így azonnal fordulj meg, és fuss, ne próbáld meg így elizelni, meg ilyesmi, jó. Elzárni, hanem csak fuss. Krisztián, mi itt az? Vajon létezik a Cave Dweller? Hát itt lehet, hogy azért létezik. A Nether Dweller. A Nether Dweller. Ned Dweller. Máté, ne menj annyira előre, te! Na most mondtad, hogyha lávát látsz, és hogyha beleásol a lávába, maradj hátrébb. Hát jó, csak olyan lassan jössz. Ugyanolyan gyorsan megyek, mint te. Hallottam valamit. Hoppá! Mi a fenék? Ott van valami növény. Látsz glowstone-t. Várjál, mert már mászkál ide valami. Várj. Az is gomba. Jó. Ott a glowstone. Igen, na akkor látod, hogy milyen jó fele jöttünk. Let's go. Hát jó, csak Krisztián. Mi az? Itt még azért van mit tenni, hogy oda jussunk. Igen, és mégis mit csinál. Hát oda kell menni, te! Szerinted hogy jutsz el odáig? Hát odaépítjük, mondjuk magunkat. Ha jó, rengeteg nether rakunkkal simán. Na. Jó, és hogyha megjelenik egy gust. Akkor így jártunk. Hát most 3 másodpercet összejövünk. Szerinted ez jó ötlet? Meg itt lehet E fölött átépítsünk. Mi az a... Lehet előre építeni. Ja, tényleg. Jaj, hát ez így nagyon jó. Igen, ezt... nem szabad kapkodni. Nem kell korlátot, mert ha bejelenik egy ghastly, akkor csak fogod, és visszaszaladsz. Ja, kösz. Muszáj korlát, ezt nem érzem így magam biztonságban. És folyamatosan nyomd a sneaket, és el ne engedd. Ja, most már nem sok van. Valamiért rosszul érzem magam. Igen, én is. Azt a milyen Vaj, csöpög le a láva. Ránk ne essen itt valami. Azt, amilyen vörös lett minden. A gombasztikus, bombasztikus. Krisztián, itt vagyunk. Tudom. Építsd be. Jól van. Ezt kézzel is ütheted, nem feltétlenül kell. Igen, jó. Ezével. Amennyit csak tudsz, üss ki. És menjünk vissza. Elég lesz? Igen. Akkor futás vissza! 62 van nálam. Az bőven elég. Na látod, milyen jó, hogy itt van ez a korlát? Mi az? Mi az ott? Nem tudom, valami világítós gomba. Mindegy, de szerintem... Menjünk. Megnézzük. Nem tudom. Hát, megnézhetjük. Nem tudom, jó ötlet. Elmondom, hogy mi lesz. Leütöd. És nem fog dobni semmit. Támadni. Nem hiszem. Vagyis hát, bármit el tudok képzelni ebben a modpackben, hogy őszinte legyek. De ezek a hangok szörnyűek. Amúgy szerinted is nyugisabban Nether, mint a fenti világ. Igen. Na ide kéne költözni. Krisz!
Éjszaka lesz, mire fölmegyünk. Micó toxic mass. Ezt nem hiszem el. Hal vagy? Itt. Hal! Áááá! Ja? Micó toxic mass az. Ne! Most már mindegy. Jó. Futás, fuss. Ja, szerintem is éjszaka lesz. Mindegy, ha éjszaka lesz, akkor visszajövünk. Hát ha visszaérünk még. De nem biztos. Ha vissza tudunk jönni egyáltalán. De ezek a hangok, ezek barzalmasak. Kéne ide egy... Ezt fogni kéne, nézd, és ássunk le. Mi az? Mi? Mi? Nem tudom. Ássunk le lépcsőt. Hall, valami... Valami hang volt. Ássunk le lépcsőt. Itt a lépcső, gyere. Nem jó. Tökéletes. Na, ott a lépcső. És már mehetünk is arra majd. Jó. Oké, és na, ez megvan. Akkor menjünk vissza. Várjál, erőre átmegyek, és azonnal visszaszaladunk, hogyha nem jó. Jó. Viszkant. Jó, nincs éjszaka, mehetünk. Jó. Futás. Merre kell menni? Oké. Ja, arra, nem? Arra, igen, jó felemész. Jó, ezt a tornyot, ezt már kipukkupcóultuk. Nem, még nem. De... Nézzük meg, hát van benne egy Power 5-ös mending, és így. Ja, biztos lesz. Na, mondjuk ki tudja. Ember felmenni. Hát krumpli. Krumpli a francba, hát ez nem olyan jó, mint a Power 5-ös mending, és így. Nekem manda. Jó, hát ez nyugisabb volt, mint gondoltam, hogy lesz amúgy. Viszont láttam egy olyan élőlényt, ami elég ijesztő volt. Mi volt az? Ilyen tökfejű valami, ilyen izével a nyakába, ilyen kaszával. Hát és ez hogy nem támadott meg minket? Mellem volt a padlón, mikor mentünk át a Glowstone-ér. Igen. Igen. Traveling Merchant. Pathfinder's Quill. Érdekes. Nem tudom, hogy ez mi lehet, de majd biztos kiderül. Gyártanunk kell még nyilvesszőt. És induljunk a harcba. Oké, és építsük magunkat föl a özére. Nem jó, mert belénk fog csapgasni a villámcsap. Hát de attól még oda is építesz platformot, hogy jobbra-balra tudjál szaladgálni. Mert hogy építhetek platformot? Hát, hogy fölépíted magad toronyba, és mit tudom én, 4x4-es tornyot építesz, és akkor szaladgálsz körbe, és akkor özé. Hát jó, de a 4x4-es toronyban 4x4-es blokkra belecsap a villám, szerinted nem fog sebezni? Hogy ne sebezne? Ott körbe-körbe kell szaladgálni. Hát, ja, mert így aztán nem sebez. Jaj, ne! Ezt most nem adok komolyan, hogy elkezd esni az eső. Oké, Spectral Arrow. Tökéletes, 8 darabot csináltam. Az bőven több, mint tökéletes. Jó, Krisztián, készen állunk egy újabb menetre. De ezúttal nem kíméljük! Most meg fog fizetni azért, amiért kétszer elbuktunk. Mindjárt lemegy a nap, Krisz. Menjünk át, és öljük meg ezt a dögöt. Jó. De amúgy neked nem... Mi a szar ez? Mi? Wise Oak. Bothering me again? What's this time? Who dares awaking me? Hello? A bölcs? Tölgy? Igen. Hol vagy? Nem szól semmit. Hol beszélgetsz? Nem tudom, hogy mi ez. Itt vagyok a aréna mellett. De mindegy. Már nem lehet vele beszélni. Nem tudom, hogy kell. Enchant Power 15, ezt írja. Na menjünk be, Krisz. És hogy vetted észre? Csak így ott mentem be pont mellette, és akkor így észrevettem. Oké. Okay. Nem tudom, az mi. A bölcs öreg tölgy. A bölcs öreg tölgy. Krisztián, taktika. Nem tudom, hogy te látsz-e, mikor így harcolunk. Mert nekem ilyen feketeség van, és szinte semmit nem látok, csak a Pump Killager-t. Hát nem sok minden, de ne építsük akkor föl magunkat. Van itt nálam Nether Rack egy rakás. Jó, tudod mit csinálj? Ide csinálj egy ilyen tornyot, létrát kéne megcsinálni. Hát igen. Tudod, és egy ilyen nagyobb platformot. Csak mit nincs fa nálam, nálad van fa. Nincs, de vágok akkor. Most már jönnek a szörnyek. Az ja, öreg már tölgyet kevés. Vágjuk ki. Nem, az biztos, hogy nem. Oké, és van két log, az jó. Tudod, ez a kis picike fa itt volt, nem? Igen, oké, én kivágtam egy nagy rakás fát, gyere. Jó, akkor most újabb taktikával próbálkozunk. Itt van, tessék. Jó, add ide a netherrack-et, én megépítek. Itt lesz a fölmenetel. Remélhetőleg itt nem fog minket eltalálni, csak tudod, mi lesz a baj? Föl fogja gyújtani a netherrack-et, és az örökké ég, most jut eszembe. De legalább nem ég el. Majd ki eloltjuk. Hát de akkor mi is meghalunk rajta, nem? Körbe rakjuk kerítéssel, szerinted? Mert a fejét úgy kéne, hogy meglövöd a lábát és felszállsz, tudod? És a fejét tudjuk lőni onnan föntről is. Igen.
Akkor csináljak kerítést? Hát nagyobb kéne, még legyen a platform, sokkal. Oké. Okay. Az utolsó összecsapás. Mindent erre tettünk fel, Chris. Erre az egy csatára. És körbe-körbe kéne szaladgálni, és mindig, mikor így odaérsz, akkor, és ha látsz tüzet, azonnal osd el. Jó, és hogyha esetleg van bármilyen, vagy valaki felgyullad. Oké, és akkor körbe tegyem kerítéssel? Szerintem nem jó. Hát itt elől biztos, hogy nem, mert nem fogunk tudni kilőni. Hátul viszont rakhatod. Vagy nem tudnak minket lőni. Ha jó a teóriánk, akkor az egyetlen dolog, amivel most sebezni fog tudni minket, az a villám. De már Blood Moon van, szóval tök jó. Hú! Matt! Kokés. Meglőtted a lábát? Még nem, még most fog robbanni. Jó, lőd meg a lábát. Oké. Okay. Lőd. Jó, szaladgálj. Szaladgálj, körbe, direkt de mondtam. Minek? Nem sebez, meg semmit nem csinál, csak lőni kell. Ja, téged nem sebez. Nem tudom lőni. Lepattannak a lövéseim. Na most. Jó, elfogyott az összes izé... És beérkezett a hülye boszorkány! Nem. Megint meghaltam. Ezt nem hiszem. Ezt most nem mondta, hogy belecsapott a villám a házunkba! Futás vissza, meg mindig megy a fájkt! Nem. Azt írta, hogy tudom, hogy nem tudsz legyőzni. Most ez volt, ezt írta ki. Ezt nem hiszem. Nagyon-nagyon-nagyon gyorsan sebzett engem. Nem bírtam egyáltalán veled semmit csinálni, mert így ment le az életem, folyamatosan ugrált lefelé. De nem baj, még egy lehetőségünk van. Megpróbáljuk. Máté, tudom már mit kéne. Én megpróbálom ölni baltával. Mert ja, menj be közéjük. Elfogyott a nyilvesszőm. Ezt most nem mondod. Igen. Jó, nem baj, nekem úgyis power 3-as az íjam, sokkal többet sebzek rá. Oké, és akkor ki... De vondd el a figyelmüket! Ki kéne ütni a özét? Mit? A kerítést. De az miért jó? Mert akkor el tudom vonni a figyelmüket, mert amúgy nem. És akkor oda tudok menni hozzá, és néha tudok ráütni egyet baltával. Teljesen üssem ki? Szerintem üssük ki, aha. De azt is lehet... Ne üsd ki teljesen. Mert akkor azt is lehetne, hogy innen... Tudod, hogy egyik oldalt van csak kiütve, és mindig ott beszaladok, ráütök egyet. És akkor... De nem hiszem, hogy fogod tudni ütni, meg lehet, hogy meghalsz. De mindegy, a lényeg az, hogy vondd el a figyelmüket, hogy okay. Nem mindig csak rám koncertálnak, mert akkor én csak spamolom a lőszert. Oké, okay, jó, akkor mehet. Lehet nekem kéne a spektráláróval meglőni, és akkor rám támadna, és te meg csak lövöd. Jó, akkor... Új, ott van az a hadsereg, ott van jó, kint. Jó, de nem tud bejönni. Hát, múltkor is bejöttek. Oké. Vagy nekem kéne letenni a... Nézd, itt a van, a lábát kell eltalálni. Lehet magamnál nekem... is hagyok. Akkor mehet. Jó. Meghozd, dög! Szép! Gyertek, dögök! Lőd! Oké. Futok körbe! Mi a franc? Ennyi volt! Assza! Valaki mögöttem van, Eszti. Mi a franc ez? Mi történik? Hol vagy? Várj, itt van valami nagy izé, de meg tudom ölni innen föntről! Mi a sneaking terror? Ne! 700 élete van! Mi a franc ez? Jaj, ne. Meg fog ölni. Menj hátra! Ezeket ja, ő... lement a sanity-ink. És hogy viszed? Itt a pumpkalibur!